Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Városiasodás. A világ teljes népességének jelenleg a fele lakik városi környezetben úgy, hogy a szükséges élelemmel és természeti erőforrásokkal a környező települések látják el. Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint 2050-re ez az arány elérheti a 70%-ot. Vajon jó irányba haladunk? Jó-e a városiasodás? A mindenki abba az agglomerációba próbál meg törekedni, ahol a városi lét, ugye a kényelem, a luxus és a közlekedés minden formája megtalálható, akkor egyrészt szűkíti a saját egészséges mozgásának a terét is, másrészt pedig ugye a városi léttel együtt az a környezetszennyezés is tulajdonképpen az életminőséget rontja, és hát Amerikában ez óriási gondot jelentett, hisz hihetetlen nagy a bevándorlásnak a mennyisége, ugye Amerikában a városok tömkelege épült meg, nagy megapoliszok jöttek létre, és onnantól fogva ugye az állandó szociális problémákkal is küzdködnek. Nemrégiben volt egy magyar felmérés, amelyben azt kérdezték meg a kis településeken élőktől, hogy megművelik-e a kiskertjüket. A válaszolók közül a 65-75 évesek 95%-a megműveli a kertjét, a 45-65 éveseknél ez az arány már nem éri el az 50%-ot, a 35 évnél fiatalabb korosztálynak pedig már csak a 20-25%-a használja a kertjét termelésre. A társadalmi gondolkodás is egy nagyon rossz irányba mozdult el, hisz ha veszük a bevásárlóközpontokat, ugye ezek a ki tudja honnan jövő árukat veszük figyelembe, ugyan olcsón vásárolja meg, de soha nem tudja, hogy honnan származik, adott esetben milyen adalékanyaggal, milyen vegyszerrel kezelték, és hát onnantól fogva ugye ez kényelmessé teszi az embert, mert akkor nem kell a kertjébe killódni, küszködni a zöldséggel, sárgarépával, olcsón megveszi, de hát olyan silány terméket is kap hozzá az olcsósághoz. Tehát ebben a gondolkodásban kellene tulajdonképpen megőrizni a kis településeinket. A gazdasági fejlődés motorjaként a városok mágnesként működnek. Vidékről a városba csábítják az állás lehetőséget, megélhetést és kényelmesebb életfeltételeket kereső embereket. A vándorlásnak az is az oka, hogy a nagyvárosok jobb oktatási lehetőségeket kínálnak, mint a falusi területek. Ráadásul a városok kulturális és szórakoztató központok, amelyek széles kínálattal elégítenek ki mindenféle igényt. De ennek komoly ára van. Vidéken talán emberiesebb a hangulat. Olyan fajta közösségek alakulnak ki, amit a város tulajdonképpen megfertőz. Tehát itt egymás mellett élünk, de senki nem foglalkozik a másikkal. Míg vidéken azt lehet tapasztalni, hogy bizony ott lehet bandázni, össze lehet ülni esténként. Az emberi oldala az talán még a vidéki életnek megvan. Miközben a városban tényleg elglobalizálódtunk. Tehát ez egy nagyon szép szó, mert egyébként tényleg így van. Senki nem foglalkozik a másikkal. Egyszerűen megyünk, jövünk, mint a kis hangyák, és ezen kéne változtatni. Ehhez a vidéki élet egyébként szerintem nagyon jó kis opció, és ezért mentem el én is az agglomerációba, egy kis szigetre, kicsivár, a miénk is legalább, lehet nyugodtan és békében elleni. Egyébként azt hiszem, hogy a természet, illetve a gyógyító fáskák azok nagyon jó hatással vannak az emberre. A falvak lakossága az elmúlt 10 évben több mint 150 ezer fővel csökkent, különösen a Délalföldön. Közel 1000 hazai település helyzete vált kritikussá, és az elvándorlás következtében hamarosan szellemfalvak egész sora alakulhat ki. Eközben a városok lakossága drámaian növekszik, ám az infrastruktúra, a közműszolgáltatások, a közlekedés, a hulladékkezelés, a bűnüldözés alig vagy egyáltalán nem tud lépést tartani a városok túlnépesedésével járó következményekkel. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?